A mai témánkról nekem először az jutott eszembe, hogy a második gyerekkor, mert hogy én az öregkort, az öregedést, azt leginkább így tudom meghatározni, hogy az a kor, ahol ismét szerepet kaphat a játékosság, az, amikor bátran önmagam lehetek, szabadidőmben, a nyugalmamat keresve, de sajnos tapasztalom, hogy az öregkort, az öregedést, az sokan már az élet olyan részének tekintik, amely nincs is, nem kell élni, csak vagyok, vegetálok, otthon ülök, és akkor majd jön a család, és teszem azt, talán még el is mosolyodom. Ti hogyan látjátok, hogy az öregkort, azt a társadalom ma hogyan kezeli? És hogyan állnak ehhez a témához egyáltalán? Igen, most két irányba menne a figyelmem. Tehát az egyik rész az, ami a nagyon tisztelt, köztiszteletnek örvendő eredményeket fölmutató, tehát, hogy sok mindent maga mögött hagyó idősek, illetve az ellenkezője, aki nyomorodik, aki nem ért el a célját, aki betegségekkel küszködik, netalán anyagi gondjai vannak. És azért drasztikusan választanám ezt a kettőt külön, mert hogy én fájlalom, hogy nincs közép. Tehát nincsen az a fejlődőképes, bár második gyermekkor, de mégis egy ilyen számomra egészséges idős korosztály, akik bár akár veszítettek, akár nem értek el bizonyos célokat, mégis látnak még értelmet, látnak még célt időskorban. A második gyermekkor azért hoz egy néhány olyan dolgot, ami olyan szempontból figyelemre méltó, hogy két szélsőség, vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. És hogy ez a két kategória, amit megneveztem, tehát azok, akik nagyon sok eredményt érnek el, és nagyon sok mindent tudnak magukénak az elmúlt időszakból, tehát fölmutatnak valamit, illetve azok, akik valamiért a másik kategóriába kerülnek, vagy azért, mert szenvednek, betegek, vagy nem érték el a céljaikat, vagy eredménytelenek, vagy boldogtalanok, valahogy hozza ezt az érzelmi töbletet is, a céltévesztettséget, vagy a magára maradottságot, a magányosságot, és hogy mert hiányolom ezt a középső kategóriát, vagy lehet, hogy én nem látom, azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, mert a középső kategória az az egészségesebb. Egy kicsit ahhoz hasonló, hogy attól, hogy eltelt az idő, nem biztos, hogy a célok még nem érvényesek, vagy attól, hogy bizonyos idő, vagy bizonyos lehetőségek elmúltak, nincs esélyem dolgokra. Egy kicsit tudatosítani azt, hogy az időskor is egy fontos fejlődéslektani szakasz. Mert nagyon gyakran összetévesszük ezt, ugye, hogy azt gondoljuk, hogy bizonyos fejlődéslektani szakaszok azok talán fontosabbak. És mindenik fejlődéslektani szakasznak a szakirodalom is ugye erről beszél, hogy megvan a maga fontossága. Mindenik fejlődéslektani szakaszban vannak kihívások, vannak krízisek, lehetnek elakadások, de ugyanakkor ott vannak a pozitív történések. És igen, hogy időskorban is. Ott vannak a pozitív történések, ott vannak azok a dolgok, amelyek által szebbé tehetjük az időskorunkat. Lehet, hogy ilyenkor esetleg különböző kihívások vannak, vagy több kihívás, mint például különböző egészségi problémák, vagy akár a magánynak a kérdése, de hogy ezek mellett mi az, amit meg tudok fogni pozitívumként, meg tudom-e tapasztalni ennek az életkornak is az erősségeit, a maga szépségeit. Ugye az időskorról még úgyis szoktunk beszélni, hogy szép kor. És egy kicsit talán ezt is jelenti, hogy tudok erről így vélekedni, és megvan-e bennem az a fajta elégedettség, hogy igen, jó volt, voltak jó történések, így alakult az életem, így alakítottam az életemet, és egy másik fontos szempont az, hogy az időskort ne tévesszük össze a betegségek korszakával, mert nem feltétlenül jelenti azt. És időskorra is próbáljak meg kicsit úgy tekinteni, hogy vannak még feladataim, vannak még tennivalóim, lehetnek céljaim, ápoljam a kapcsolataimat, és
figyelek oda akár az időskornak a mentálhigiénére is, a lelki egészségvédelemre. Mert hogy itt a kérdésedben említettő különböző kulcsszavak, hát én azt hiszem, hogy azok olyan típusú kulcsszavak, mint például a játékosság, önismeret, odafigyelés, amelyek életünket végigkísérik. És azt hiszem, hogy fontos ezt nem csak időskorban tudatosítani, hanem akár így készülni, akár így felkészülni. Mert az időskorban mindig ez egy kihívás, hogy úgy tudok-e visszatekinteni, hogy elégedett vagyok, el tudom-e fogadni az életemet, vagy akár ott van a másik szempont, hogy kétségbeesek, hogy hú, mi történt, miért ilyen volt, rengeteg a miért kérdés, ha másképp tudnám csinálni. És valahol el kell fogadjam magamba azt, hogy ezt eddig így tudtam csinálni, így csináltam, így alakult. Mi az, amin most esetleg tudok és szeretnék változtatni? Környezetemben nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az időskorral az társul, hogy igazából ők már azt várják, hogy akkor mikor jön a retteget. Nem akarnak senkinek sem a terhére lenni, és azt mondják, hogy ők meghúzódnak és csendben élnek. Ezt hogyan lehet kiküszöbölni? Hogyan lehet éreztetni az idősebb rokonainkkal, barátainkkal, hogy nekik is lehetnek céljaik, ők is fontosak, fontos szerepet töltenek benne, akár a családban is. Én hiszem, ez az a kérdés, ami egy kicsit arról szól, hogy idősként hogyan élem meg a koromat, illetve a család hogyan vélekedik az időskorról, milyenek a családi kapcsolataim, mi történik ezekben a családi kapcsolatokban. Mert nagyon gyakran idősként bennem van az a fajta szorongás, hogy nem szeretnék senkinek sem a terhére lenni. És hogy ezt hogyan tudjuk közösen a családdal megbeszélni. Illetve továbbra is, melyek azok a támogatások, amelyekre igényem van. Nagyon gyakran idős személyek erről szoktak mesélni, hogy olyan jól esik, amikor felhívják, amikor meglátogatják. De tudom azt, hogy sok munkájuk van, és olyan nehéz nekik, hogy erre is időt találjanak így a családtagok. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos szempontok. Meg ott van az idős korral együtt járó érzés, ez a fajta tehetetlenség érzése. És azt gondolom, hogy ez is kérdés, hogy mit kezdek ezzel. Tehát igen, az fontos tudatosítsam, hogy változások mentem keresztül. Hogy vannak olyan dolgok, amik megváltoztak, akár képességembe is, hogy nehezebb talán az alkalmazkodás, nehezebben tudok új dolgokat megtanulni, új dolgokat elsajátítani, de ez nem lehetetlen. És akárhogy így rendezzem be az életemet, mert van, amikor ugye idősek ezt szokták mondani, hogy a tavaly még azt éreztem, hogy sokkal több dolgot meg tudtam tenni, sokkal több mindenre volt erőm, most már úgy érzem, hogy nem tudok. Vagy a tavaly még felértem a kamrába a felső polcot, most már olyan nehezemre esik. Tehát, hogy tudatosítsam, hogy vannak különböző testi változások is, és hogy ezek ellenére mi az, amire még képes vagyok, mi az, amit én meg tudok tenni, melyek azok a feladatok, amelyeket szívesen bevállalok, melyek azok a családi programok, a családi feladatok, amelyeket én továbbra is szívesen tudok csinálni, és ezeket akár megbeszélni a családdal is. Akár az, hogy nem tudom, besegítek a háztartásba, akár az, hogy unokákra vigyázok. Tehát ezeket a feladatokat is fontos tisztázni és megbeszélni. Három dolog mentén próbálnám megfogalmazni, amit gondolok. Az első az a szépkorú mentén, amit István említettél. Igen, azok, akik elérnek egy bizonyos szerintünk szépkort, tapasztalatból mondom, hogy földühödött egy közösség, amikor ez hangzott el, hogy szépkorúak. Mi az, hogy szép, látnám majd, ha te is ilyen korod lesz, akkor neked mennyire lesz szép. Tehát ebből ez a dű érződik ki, amit István kérdésként fogalmaztál meg, hogy élem meg az időskoromat. Nyilván én még nem voltam idős, de számomra az egy szép kor, hogyha valaki 60 év fölött még egészséges, még céljai vannak, még gondolatai vannak, vagy ha betegsége van, akkor tudja, hogy mi a teendője.
és nem azzal terheli a környezetét, tehát itt a terhelés a második témám, hogy panaszkodik, és nem tesz közbe semmit. Tehát azért talán ki kell mondani azt, hogy időskorban még inkább fontos az önreflektivitás, vagy az a fajta visszatekintés, hogy mi az, amit meg tudok még tenni magamért, mi az, amire nagyon fontos, hogy hangsúlyt fektessek, és ne passzióból üljek a családorvos rendelőjébe minden nap, hanem azért, mert szükségem van rá, mert fontos, mert jobban leszek, mert erőm lesz megcsinálni azokat a célokat, elérni azokat a célokat, amit kitűzök. A harmadik pedig a generációk közötti kapcsolat és rugalmasság, mert hogy egy idős ember számára talán kész tény az, hogy ő már idősebb, és ő volt fiatal. Tehát az önreflektivitásnak ez a vonatkozása is, egy kicsit a visszatekintés, az emlékezés, az emlékek rendezése, a pozitívak kiemelése. Tehát az emlékek közül kiemelni a szépeket, jókat, az építőeket, a kapcsolatokat, azokat az emlékeket, amik kapcsolatokról szólnak főleg. Mert hogy ezek a kapaszkodók az erőforrások ahhoz, hogy úgymond rugalmasan kezelni a jelenlegi, itt és most kapcsolatokat. És ezt azért mondom, mert szerintem a legtöbb idős ember számára az a buktató, és a legtöbb család számára az a legnehezebb, amikor az idős kikéri magának, hogy hát én vagyok az idősebb, mi az, hogy én tudom a legjobban. Miközben az idők nagyon változtak. Tehát, ezek az én időmben mondtad. Igen, tehát ezek a buktatók és a kapcsolatromboló történetek, amikor bekerülnek olyan érzések a párbeszédbe vagy a kommunikációba, ami már rombolja a kapcsolatokat. Tehát a rugalmasság ilyen szempontból szerintem fontos, mert egy mostani fiatal, vagy egy középkorú, egy 40-45 éves korú fiatal, akinek 70-75 éves, 80 éves szülője van, azért teljesen más időket él meg most, és mások a küzdési stratégiák. Mert hatalmas a generációk közti szakadék. Tehát saját magának segít az az idős ember, aki egy kicsit átgondolja, annak idején ő hogyan harcolt, hogyan küzdött, és ahhoz, ha hozzáteszi még a jelent, akkor egy picit megértőbb tud lenni azzal a gyermekével, aki lehet, hogy már szülő, vagy éppen küzdik x-féle problémával. Tehát, hogy a kommunikáció megmaradjon, ide szeretnék kiukadni. Tehát ne írja fölül, mert annak idején, amikor ő volt 40 éves vagy 20 éves, annak idején tényleg nagyon fontos volt az idős embernek a szava. Ma egy kicsit másképp, a ma is nagyon fontos, de a mai idősek kevesebbet értenek ahhoz, amihez a mai fiatalok. Tehát a technika, egy csomó-csomó mindenben másképp kell gondolkodni. És itt vesztődik el a kommunikáció síkja, amikor még mindig bizonyos témákat, bizonyos ötleteket fontosabbnak tartanak, mert én vagyok az idősebb, én tudom jobban. Tehát ez a fajta rugalmasság a kommunikációban nagyon fontos, hogy nyitott legyek, kíváncsi legyek 70-80 évesen is arra, hogy mit is mond a mai, a jelenben. Tehát ne éljek a múltban. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos itt ugye nyilván az emlékek, amiket Bori is említett, hogy időnként visszaemlékezünk, és ezeknek fontos hozadékai tud lenni az életünkbe, de hogy ugyanakkor arra is törekedjünk, hogy most milyen új élményeket tudunk megélni, miket tudunk megtapasztalni. És itt egy jó kérdés, hogy mi történik ugye a nyugdíjazáskor, ha ez adott. Mikor elveszíti a munkáját, igen, egy környezetet, egy közösséget. Igen, hogy ekkor hogyan tudom én kicsit újra tervezni az életemet, mivel tudom kitölteni azt az időt, amit addig mondjuk a munkahelyen töltöttem, éppen hogyan tudok erre felkészülni, és hogyan tudom ezeket a hétköznapokban megélni, és megtapasztalni. Mert ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mi az, ami értelmet ad most, így az életemnek. Főleg, hogyha az előtt a munkám, ez egy nagyon-nagyon fontos
alapja volt. Igen, fontos alapja volt. És ez az akkor, amikor lehet egy kicsit újból kell ilyen alapokat keresni, vagy olyan dolgokkal foglalkozni, amire előzőleg nem volt időm. És mert ahogy én nyugdíjba lépek, és akkor ugye elhanyagolom a kapcsolataimat, kicsit így elhanyagolom akár önmagamat is, ennek akár későbbre nézve különböző következményei lehetnek. Tehát fontos a programszervezés, az odafigyelés, akár ez a lelki karbantartás, ápolni olyan kapcsolatokat, amelyek fontosak számomra, a családi, rokoni, baráti kapcsolatokat, meg ebbe a korba is nagyon szépen lehet új dolgokat megtanulni. Annyiszor hallunk és látunk olyan idős személyeket, akik nagyon-nagyon szépen tudják kezelni, akár a számítógépet, vagy nyelvkurzusokra iratkoznak be, vagy több idejük van, hogy különböző hobbikkal foglalkozzanak, megtalálnak ilyenfajta kis kedvtelés programokat. Igen, és én úgy látom, hogy az erdélyi idősebb korosztálynak nagyon nehéz dolga van, mert van egy szabvány, egy séma, hogy mit kell csinálni az, aki idős ember megért egy bizonyos kort, egy bizonyos szép kort, hogyha már így említettük. És az az ember, aki úgy tervezte, hogy nyugdíjazását követően majd utazik a világban, ugyanolyan színes ruhákat hord, ugyanúgy eljár társaságba, azt meg kinézik. És azt mondják, hogy hát ez megőrült, ez időskorára bolondult meg. Hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket? Itt is ugye bejön akkor a középút, ahogyan egyfajta viselkedés formát, ha kell, akkor kialakítani, középen kellene. Főleg vidéki helyeken én azt gondolom, itt még élnek azok az előírások, amik azért szóban adódnak tovább, szájról szájra, de azért, ha megnézünk néprajzi írásokat, azért fel tudjuk kutatni, hogy még mindig ez a korosztály tapasztalja legjobban az előírásokat. Tehát akár a viseletben is, a ruházkodásban is, mi szabad, mi nem. Tehát a fejekben ott vanna, hogy én már idős vagyok, én már ezt nem, ide nem mehetek, oda nem mehetek, ilyen szint nem vehetek. És tény is való, hogy megszólják emberek egymást, és inkább a közösségbe maradásért, az elfogadásért az előírások győznek. Tehát ezeket az előírásokat kellene minél hangosabban megbeszélni, elbeszélni, és talán itt a közösségek, a vidéki közösségek, legyen az egy gyülekezet, vagy falu közösség, vagy bizonyos újra élesztett szokások mentén vannak már ilyen klubszerű közösségek, ahol azért összeülnek emberek, és ott érdemes ezeket újra átbeszélni. Tehát a közösségbe való visszamenés az idős embernek, aktív gyülekezeti élet, vagy aktív közösségi élet, ahol meg tudják osztani egymás félelmeit, gondolatait, örömeit, bánatait, sikereit, emlékeit, élményeit, mert hogy nagyon hamar az önsegítő jelleg érvényesül, tehát nagyon hamar kiderül, hogy mindannyian küzdenek ugyanezzel a kérdéssel, és hogy közösen érdemes erre választ találni. És orvosolnak különböző kihívásokat, amelyek akár az időskorral járnak, együtt járhatnak. Mert erre sosincsenek receptek, vagy receptszerű dolgok. Nyilván nagyon-nagyon fontos a prevenció ebbe a korba is, meg az odafigyelés, meg a tudatosság, hogy mitől vagyok jól, mi az, ami jó nekem. Meg lehetnek azok a kihívások, amelyekre oda kell figyeljek. Hogyan ápolhatom a kapcsolataimat, hogyan ápolhatom akár önmagammal való kapcsolatomat is, akár ezt a fajta lelki békét megtalálni, akár ha szükséges ezt a fajta kibékülést önmagammal, hogy nem tudom az időt visszafordítani, nem lehetek újból 18 éves. Lehet, hogy annyi mindent másképp csinálnám így most ebbe a távlatba, de hogy ezt el kell fogadjam. És a másik dolog pedig az, hogy elfogadjam így a múltat, levonjam ennek a különböző tapasztalatait, tanulságait, meg akár erőforrásként visszagondoljak arra, hogy olyan sok helyzet volt így a múltamban, amikor lehet szükségem volt erőre, bátorságra, biztonságra, és hogy ezeket meg tudtam
találni, meg tudtam tapasztalni. Olyan sok probléma volt, amit akár meg tudtam oldani. És melyek az erőforrásaim? Tehát nagyon-nagyon fontos ezt is tudatosítani, hogy ebbe a saját battyumba melyek azok az erőforrások, amelyeket akár most is tudok hasznosítani. Mi fontos nekem? Mitől vagyok jól? Ez ugyanúgy ilyen alapkérdés, hogy igen, lehet, hogy már a fizikai erőm nem olyan, mint amilyen ez régen volt, de hogy ezt is tudjam elfogadni, és akkor ennek függvényében próbáljam berendezni az életemet itt és most a jelenben. Meg legyenek perspektíváim, legyenek rövid táv, hosszú távú céljaim, mi az, amit még szeretnék, mit szeretnék tanulni, mit szeretnék, nem tudom, akár elolvasni, mit kezdek most így a szabadidőmmel, mert ugye nagyon gyakran fiatalként vannak ilyen fajta terveink, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor ezt szeretném csinálni. Tehát ezekre kicsit jobban odafigyelni. Meg nagyon gyakran az időskornak az egyik fő kihívás ez a magány. Tehát kellenek, szükségesek a közösségi élmények, szükségesek a közösségi találkozók. Akkor, amikor azt érzem, hogy fontos vagyok, hogy figyelnek rám, hogy én is ugyanúgy figyelek a másikra, a társamra, tudunk beszélgetni nehézségeinkről, de ugyanakkor tudunk beszélgetni pozitív történéseinkről, örömeinkről is. És egy ilyen érdekes dolgot mesélt egyszerre egy idős személy, ami ilyen életbölcsesség, és azt hiszem, hogy tényleg így ebből is így fakad, hogy megtanultam nem csak a panaszkodást folytatni az életemben, még így 90-valamennyi évesen is, hanem még mindig tudok hálás lenni dolgokért. Ez olyan szép volt. És azt hiszem, hogy tényleg ebben nagyon-nagyon sok életbölcsesség van emögöttem, mert, és mondta, hogy annyi mindenért tudnám panaszkodni, mert tényleg itt fáj, ott fáj, vannak nehézségek. De így ebben a korban is továbbra is tudok hálás lenni, és tudok derűs lenni. És valahol talán ez lehet egy célunk, hogy akár időskorra is tudjunk derűsek maradni, és odafigyeljünk nyilván a saját testi-lelki egészségünkre, meg ennek az ápolására. Tehát egy kicsit a visszatekintés az önsegítésnek ez a jellege, amikor egy közösségben megtapasztalja, hogy saját maga lehet. Ez egy picit tükör abban az irányban is, hogy nem második gyermekkor lévén akár lehet, hogy felerősödnek az ilyen érzések, mint az irigység, a rivalitás, mint a gyereknél is, nem? Hogy a másiknak szebb, nekem is az kell, ami neki van. Valahogy azért emelem ki ezt a két érzést, és nyilván mondjam, teljesen más jellegű ez a fajta irigység, rivalitás, mert ezek mérgezik meg a hétköznapokat, amikor ez a fajta irigység vagy rivalitás kiderül, akkor az arra fókuszál, hogy a másik. Hogyha ezt megértem, hogy ez a két érzés ellenségem idős emberként, akkor elégedett tudok lenni, és abba az irányba mozdulhatok, amit István is megfogalmaz, hogy hálás legyek, hogy értéknek tartsam azt, hogy ennyi időt megéltem, hogy ki tudjam emelni azokat a pozitívumokat, amiket lehet, hogy eddig nem láttam. Tehát mindig mindenben meg lehet találni az örömöket, a pozitívumokat, a tragédiákban és a traumákban is. Mert hogy ebből sok van ez az igazság, tehát az elvesztés, a veszteség időszaka, amikor ugyanúgy a munkahelyünkön, a közösségben, tehát a társakat, akik mellettünk voltak, akikkel iskolába jártunk fiatalon, akikkel dolgozni jártunk, akár a társunkat, aki egy életen keresztül mellettünk volt. Tehát, hogy rengeteg trauma éri ilyenkor az embert. Itt a veszteségek azok, amik, és az elengedések, amik tanítanak, és az, ha jól belegondolunk, 3 éves kortól már elkezdődik, de talán már a születéssel, amikor elrugaszkodunk a saját anyánk testétől. Tehát nagyon sok szakírásban ezt látjuk, hogy az elengedés már a születéssel kezdődik. És egész életen át berendezkedünk egy elengedés, egy veszteség
ritmusban, a sok öröm közepette is, de hogy ezt mennyire tudtuk megélni, vagy mennyire éreztük komolyan. Igen, és ott vannak ugye ezek a különböző fajta vesztességek, és van, amikor ezek nagyon nehezek tudnak lenni, vagy éppenséggel nagyon sok negatív érzést generálnak, és ilyenkor mintha még tehetetlenebbnek érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy tehát kilátástalan, vagy nagyon nehéz helyzetek, tehát hogy nyilván fontos ezeket a vesztességeket elengedni, vagy meggyászolni. De ugyanakkor az is fontos szempont, hogy és ezentúl mi az, aminek még tudok örülni? Vannak-e ilyen dolgok az életemben? Vagy ha nem is örülni, de mi az, ami jó nekem, jót tesz nekem? Hol tudom megtalálni az erőforrásaimat, akár a hitembe, akár a reményembe, akár a családdal való kapcsolatban, vagy akár lehet, hogy éppenséggel abban, hogy azt érzem, hogy fontos vagyok továbbra, és hogy hasznos vagyok. Mert ez is egy ilyenfajta vesztesség lehet. És ilyenkor hihetetlen módon sokat tud jelenteni az, hogy unokáknak valami finomat készíteni, vagy családtagoknak, vagy ugye várjuk terített asztallal, azzal a fajta szeretettel, odafigyeléssel. És olyan jó leső az, amikor azt mondják, hogy hú, de finom, milyen finom levest, akár tudsz készíteni, mama. Vagy akár a jó rokoni, jó szomszédi kapcsolatokban is, hogy azt mondom, hogy nem vonom meg magamat ezektől a dolgoktól. Képes vagyok tovább menni, képes vagyok erőt gyűjteni így a hétköznapjaimban. Meg ezt a fajta lelki egyensúlyt, hogy jó történések, kevésbé jó történésekre való odafigyelés. Hát azt hiszem, mindegy összegzésként és motivációként, hát köszönjük ezeket a gondolatokat, illetve megfogalmaztad akkor a mai véggondolatainkat, végszavainkat, ha már az öregedésről beszélünk. Hogyan tudnátok ilyen építő jelleggel néhány szót kitalálni, felépíteni, ami alapja lehet ennek a témának? Erő az erőtlenségben. Erő az erőtlenségben? Keresek egy nagyobb kockát. Megengedett. És te? Vannak erőforrásaim. Vannak erőforrásaim? Tehát megtalálni, megkeresni az erőforrásokat. Motiváció, biztatás. És nem csak időseknek, mert reméljük, hogy a mai fiatalok is lesznek még öregek. A sok óvaintés ellenére is köszönjük szépen a gondolatokat!